Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit negyedik vasárnapján, létere vasárnapján. A Rómaiakhoz írott levél 7. fejezetének 21. versétől olvasom. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaiban lévő törvényével. Kedves gyülekezet! Tavaly emlékeztünk Csontváry Koszka Tivadar halálának 100. évfordulójáról. Mint tudjuk, egy évben született a neves Van Gogh, német alföldi festőművésszel, de az ő művészi pályája később teljesedett ki. Gyógyszerésznek tanult édesapja nyomdokán, és aztán munkáját követően több európai és közel-keleti országba utazott el. A hosszú utazást követően egyszer eljutott Rómába is, és ott Rómában megcsodálta a Vatikáni Múzeumban is Raffaello alkotásait, és arra gondolt, hogy ő hasonlóan szeretne alkotni, nagyobbá akar lenni, mint a híres olasz festőművész. A Szent Péter Bazilikában megtalálta az egyik német gyomtatónak is az alkotását, és mindez arra indította őt, hogy tanulmányozza a Szentírást is. Meggyőződtem arról, mondotta volt, hogy egyetlen magyar kispap is vele együtt van ott a Vatikánban, ő pedig jelesül Rohászka Otto Károly. Ekkor festette meg híres képét, a magányos cétrust. Ez a kép csodásan ábrázolja azt a kettősséget, hogy az ember testi külső vágyai néha egészen mást mutatnak, mint a belső. Ahogy annak idején Pál apostol is sokat hallott a római gyülekezetről, de nem ismerte őket. Nem ő alapította a római gyülekezetet. Amikor oda utazott, dehogy utazott, vitték fogságba, arra gondolt, hogy mit tudna nekik mondani, mit tudna nekik adni. Csak akkor tudunk az embereknek, ha ebben a világban, a jövőnek, vagy éppen a nyomorúságban valami pozitívat adni, hogyha felül tudunk emelkedni. Ahogy maga Pál is felül emelkedett ezen, vagy éppen Csontváry, amikor megfestette a Magányos Cédrus című képét. Gyönyörűen mutatja az a libanoni több ezer éves fa azt a kettőséget, hogy mennyi minden dolog zajlott a fa körül, és ő maga állt a vártán, és hirdette az Isten megtartó kegyelmét. Ugyanígy gondolkodott talán, nem más, mint Semmelweis Ignác, aki szintén nem láthatta azt a kort, azt a láthatatlan ellenséget, amelyet vírusnak hívunk, vagy baktériumnak, és ő maga mégis megvilágosult, és ajánlotta a fertőtlenítést, a kézmosást, így azóta is több ezer, több millió embert mentett meg a haláltól. Maga Pál is soraival, gondolataival azt üzeni, hogy nem lehet felkészülni, nem lehet előre tervezni a dolgokat, amint jó magunk is talán 2-3 héttel ezelőtt azt terveztük, hogy talán márciusban valahova elutazunk, talán kimegyünk a szabadba, találkozunk egymással, az élet ezt felülírta. Maga Pál se tudta megtervezni előre, nem számíthatott azzal, hogy mi fog vele ott Rómába történni, mégis a Jóisten megadta neki azt a lehetőséget, azt a kegyelmet, hogy megszabadította a felemelkedett lélek által attól a földi testtől, amelyben annyi nyomorúság, tüske, baj és szenvedés adatik. Ez a világjárvány szintén nem volt tervezhető. Felülírja minden elképzelésünket, minden tervünket. Felülírja vágyainkat, felülírja előre rögzített programjainkat. Felülírja megszokott hedonista világunkat. Egész másként látjuk innentől kezdve nem csak az életet, hanem akár Csontváry alkotását is, a magányos cédrust, amely szomorú földig érő ágaival azt üzeni, hogy nekünk egészen át kell értékelni az életünket.
azt üzeni termetével, lényével, hogy az idő sokkal a nagyobb dimenzió, mint azt percemberként mi el tudjuk képzelni, fel tudjuk fogni. Ma ezen a nem tervezett vasárnapon van rá nyilvánvaló idő és lehetőség, hogy megadjuk Isten szeretetét, Krisztus Jézus kegyelmét és a lélek erejét. Lehetőség a félelem és a kétségbeesés nélküli életre, olyan bőti elcsendesedésre, ahol hálaadással és örömmel adózunk a Jóisten szeretete előtt, aki azért küldte el fiát, Jézus Krisztust, hogy nekünk rügyező életünk, tavaszi feltámadásunk, örök húsvétünk legyen. Amen. Mennyei Atyánk, add nékünk a lelki világosságot, hogy ne csak test szerint tájékozódjunk a világba, és aggódjunk, és gyűjtsünk, hanem add a lélek szabadságát és örömét most is, amikor húsvétra tekintünk, és imádkozunk az egész világért, a járvány megfékezésért, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért. Urunk, könyörülj rajtunk. Amen. Finito.